energiát az adja, itt az elmúlt években már ezt megszokhattuk, hogy a Kerpel Fronius Ödön tehetséggondozó tanácsnak lehetősége volt, illetve van arra, hogy ösztöndíjakat biztosítson a hallgatói számára. A hallgatóknak pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy bemutassák a tudományos munkájukat, amit az részben ennek az ösztöndíjnak, részben pedig egyéb támogatásoknak köszönhetően végeztek. Máig visszaemlékszem arra azokra a pillanatokra, amikor először toppantam be, ráadásul pont ebben a helyiségben, amikor először felvételiztethettem, úgymond, a tehetséggondozó Kerpel Plusz programba belépő hallgatókat, és egy fantasztikus élmény volt számomra. Én magam talán jobban megilletődött voltam, mint a hallgató, mert ez egy nem egy szokványos vizsga volt, nem egy szokványos felvételi vizsga, hanem olyan dolgokról tudtunk és lehetett beszélgetni, amely ritkán kerül elő a mindennapi beszélgetésekben, és olyan mélységek és olyan tehetségek és olyan lelkületek tárultak fel, akikkel ritkán találkozik az ember. A tehetséggondozási program ez most már idestova 5 éve az egyetemnek egy kiváló programja. Én magam később toppantam csak ebbe bele, de én nyugtán állíthatom, hogy egy zászlós hajója az egyetemnek. Egy zászlós hajó programja. Nyugodtan a zászlónkat tudjuk tűzni ezt a programot, mert a legkiválóbbak találkoznak, itt ülnek itt össze. A program úgy tud működni, hogyha a támogatások is vannak. Ezek a támogatások ezek általában pályázatok formájában érik el a programot. Elindult a Nemzeti Tehetségprogram, ami azért nagy öröm, mert ennek kapcsán az elmúlt 12 hónapban már folyamatosan van lehetőségünk, hogy konkrétan a tehetségek számára pályázzunk, és lehetőség szerint a pályázatokkal, sikeres pályázatokkal aztán a támogatást tovább tudjuk adni.